Jó napot kívánok! Gajdi Csottó vagyok. Önök a Hír Televízió közéleti riport műsorát látják. Mai első témánkban körképet adunk arról, hogyan rajzolta át a hazai ellenzék állásait Magyar Péter és a Tisza párt megjelenése, de azt is kiderítjük, a jelenleg periférián mozgó kispártok milyen stratégiát építettek fel az őszi politikai szezonra. Lássuk! Beindult az őszi politikai szezon, amely a nyár folyamán kétségkívül átrajzolódott. A több mint egy évtizede se veled, se nélküled kapcsolatot ápoló baloldali és sokszor meghatározhatatlan identitású ellenzéki pártokat, a Magyar Péter vezette Tisza párt úgy tűnik, első körben szinte egyben bekebelezte. A negyedik ciklusában kormányzó Fidesz-KDNP azonban hiába vár kompromisszumképes és építő ellenzékre. A legtöbbször agresszíven fenyegetőző Tisza vezér a mindenért Orbán Viktor a hibás retorikán kívül legfeljebb celebkedésben erős. Ugyanakkor számos körzetben, például a fővárosi közgyűlésben is a testület összetétele és arányai megkövetelik az ügyek mentén zajló együttműködést, anélkül ugyanis Budapest működése is veszélybe kerülhet. De vajon milyen törésvonalak mentén vág bele a munkába az erősen megosztott ellenzék? A Tisza párt nem baloldali párt, nem baloldali elveket követ, teljesen másképp látja a világot. Hogy lehet-e valamilyen együttműködés, ezt ma még nem lehet látni. Ma úgy látszik, hogy a Tisza párt ettől elzárkózik. Mi abban hiszünk, hogy egy erős baloldalra lesz szükség. Aztán, hogyha majd egy év múlva megnézzük, hogy ki hol tart ezeknél a folyamatoknál, kinek mekkora támogatottsága van, milyen csapata van, milyen programja van, adott esetben milyen miniszterelnök jelöltje, vagy ki lesz a miniszterelnök jelölt, akkor erre vissza lehet térni. Ma ez nem látszik, ez a híd a Tisza és a baloldal között, és ez leginkább ugye maga a Tisza párt vezetője az, aki ezt a hidat nem akarja megépíteni. Mi ezt tudomásul vettük. Szinte biztosra mondtam azt, hogy nem fogom átvenni a mandátumot, és ez biztos egy pár emberben bizalomvesztést okoz. Én ezt úgy gondolom, hogy ez nem hazugság. Azt látni kell, hogy egy még oly furcsa kombinációról van is szó. Azért mondom, hogy furcsa kombináció, mert hát Magyar Péter mégis a Fideszből jött, ugye egy évvel ezelőtt, vagy néhány hónappal ezelőtt ő még fideszes volt, Lázár János kifizetési listáján volt, tehát ezer szállal kötődött a kormányzathoz, Lázár Jánoshoz. Most ugye mégis az egyik legfontosabb ellenzéki szereplővé vált, és nagyon sok ellenzéki szavazónak elnyerte a bizalmát, a szimpátiáját. Erre oda kell figyelni, és ebből le kell vonni a konzekvenciákat. Szerintem az az egyik konzekvencia, hogy az ellenzéki választók rendkívül elfáradtak, és megunták azt az ellenzéki politizálást, amit az ellenzék 2022 és 2024 között folytatott. Az LMP ebből szeretne kitörni, és ezt a kitörést a továbbiakban is szeretnénk folytatni, de most a legfontosabb a népszavazási kezdeményezésünk, ez egy konkrét ügy. Egyébként például az is kérdés, hogy Magyar Péter hogy áll, Magyar Péter szervezete hogyan áll ehhez a kérdéshez, és ami még nagyon fontos, az a fővárosi közgyűlés, egyáltalán működőképes lesz-e, Karácsony Gergely meg tudja-e teremteni a mindenkori működéshez szükséges többséget a fővárosban. Tisza párt eleve számomra egy borzalom. Semmi mást nem csinált, mint azokat a Orbán-fóbiás, minden kormánypárti embert, szavazópolgárt zsigeri alapon gyűlölő embert, aki eddig szanaszéjjel volt több ilyen töredék pártocskában a baloldalon, azt most egybe terelte azzal az ígérettel, hogy ő egyszerre, bármint Magyar Péter, egyszerre fogja elzavarni Orbánt is, meg Gyurcsányt is. Milyen szép terv. Egy szót nem mondott arról, mi a túrót csinál majd utána. Semmilyen politikai állásfoglalását, álláspontját nem ismerjük. Mindig el szoktam mondani, élő szövettel bevont mesterséges intelligenciaként összeszedi az internetről, amit eleddig az ellenzék képviselői, politikusai mondtak, megnézi a közönséget, mire fogadókész, aki éppen előtt áll,
és így előhúzgálva a hátizsákjából eléjük szórja azt a mantrát, amit éppen úgy gondol, hogy az a közönség bevesz. A legfrissebb pártpreferencia adatok szerint továbbra is tartja előnyét a Fidesz-KDNP a pártok rangsorában. A teljes népesség körében a kormánypárt 26%-on áll. A Závesz Research Intézet kutatása szerint a Tisza párt jelenleg 20%-on áll, a Demokratikus Koalíciónak és a Mi Hazánknak 5-5%-os a tábora, a Momentumnak és a Kétfarkú Kutyapártnak 3-3%-os. A Jobbik és az MSZP mögé a választók 2-2%-a sorakozik fel, 1-1% áll az LMP, a Párbeszéd, a Mindenki Magyarországa Néppárt és a Szocialisták és Demokraták mögött. Az adatokból jól látszik, hogy az ellenzéki törpepártoknak stratégiai megújulásra lenne szüksége az életben maradáshoz. A kérdés, hogy önerőből vagy szövetségek révén akarják visszaszerezni választóikat. Erről mindegyikük másképp gondolkodik. Több okból is nehéz helyzetben van, ugye egyébként Karácsony Gergely is, hiszen az ő pártja, a Párbeszéd, illetve az MSZP is nagyon gyenge lábakon áll, szinte mérhetetlen a támogatottságuk, a DK pedig, akiknek azért még egy kicsit erősebb a szavazóbázisuk, ők például már ma bejelentették, hogy külön frakciót fognak alakítani, és az elmúlt hónapokban ugye azt hallhattuk, hogy egy kicsit megroppant ez az együttműködés, sőt azt is nyilatkozták többen a szövetség részéről, hogy ez már nem is áll fenn, ez az együttműködés. Úgyhogy az, hogy egy ilyen pici pártszövetség szétesik, az nyilvánvalóan tovább gyengíti a főpolgármester pozícióját, illetve a baloldal pozícióját. A Tisza párt még azért van nehéz helyzetben, hiszen a képviselői nem tapasztalt politikusok. Magyar Péter sem rendelkezik olyan háttérrel, hogy a főváros ügyeit ismerje. Nem ismeri az egész intézményrendszert, a költségvetés, hogy hogy néz ki. Az LMP kicsekkolt az intézményi ellenzékből, ez azt jelenti, hogy nem gondoljuk azt, hogy a 2022-es felállásnak a megismétlése sikerre vezetne, mint ahogy nagyon sokan nem tudtak még, hogy mondjam, abból a felállásból kijönni, és mintha beleragadtak volna abba a szimbolikus politizálásba, ami nem gondoljuk, hogy előre vezet. Mi már az EP kampányba, illetve a főpolgármester választási kampányba is az ügyeket képviseltük. Ez a jövőben is várható az LMP-től. Szerintünk sokkal fontosabb, hogy konkrét ügyekről beszélünk, hogyan működik egy város, mi kell a városlakóknak, hogyan állítsuk meg a kiemelt beruházásokat Magyarországon, erre vonatkozólag zajlik az LMP-nek az aláírásgyűjtési népszavazási kampányban vagyunk, mint a korábbi köröknek az újbóli lefutása. Alapvetően mi nem azt gondoljuk, hogy a jelenlegi jobboldali, már nacionalizmusba hajló kormányzásnak az az egyetlen problémája, hogy Orbán Viktor vezeti, és hogyha ez nem így lenne, meg néhány ember megváltozna a kormányban, akkor minden rendben lenne, hiszen erről beszél lényegében Magyar Péter. Mi alapvetően egy szociálisan lényegesen igazságosabb társadalmat szeretnénk. Azért nem mondom, hogy igazságosat, mert igazságos társadalom az általában csak a tankönyvekben, meg a filozófusok szintjén létezik, de arra kell törekedni. Nem hiszünk abban, hogy a verseny mindent megold, abban sem hiszünk, hogy a kapitalizmus ne lehetne bírálni. Nyilván nem gondoljuk, hogy visszatérünk a marxista útra, de azt igen, hogy a kapitalizmusnak észszerű kritikával, észszerű korlátokkal kell tekinteni. Magyar Péter feltétlen híve a versenynek és ennek a kapitalista társadalomnak. Ez már önmagában egy olyan szakadék, amit nagyon nehéz lesz áthidalni. Ezzel az ellenzékkel lehetetlen az együttműködés. Mi nem kicsekkolunk a magyar politikából, hanem továbbra is a legerőteljesebben követeljük annak a nemzeti minimumnak a megfogalmazását, baloldalon is, amiben hajlandóak együttműködni a kormánnyal. Amíg ez nincs, addig nincs miről beszélni. Addig arra kell törekedni, hogy minél kevesebb embert tudjanak meghűíteni, minél kevesebb embert tudjanak a saját demagóg őrültségeik huszájába sodorni, mert ameddig ez a kormány van kormányon, és emögött egy szilárd, masszív politikai közösség van, amelyik folyamatosan biztosítja a többséget, addig nem szabad ezekkel szóba állni. Sem.
akkor lehetne egy új, lehetne más a politika, hogy maradjunk stílszerűek, hogyha kiválnának, nem kicsekkolnának az intézményesből, hanem megjelennének azok a baloldali, liberális, zöld és egyéb politikusok, amelyek azt mondanák, ez és ez és ez és ez a dolog elfogadható a kormány intézkedéseiből, ezzel és ezzel és ezzel viszont marhára nem értünk egyet. De azért, hogy az ország fejlődjön, a szekere menjen előre, ezekben a kérdésekben együttműködünk, még akár együtt is szavazunk, nem lesz ez olyan bélyeg a homlokunkon, hogy Tony fizet bennünket, hanem a nemzetünk érdekében együttműködünk, az összes többi kérdésben, amiben pedig föloldhatatlan az ellentét, addig fogunk küzdeni, míg meg nem győzzük Magyarország választópolgárait, hogy inkább ránk kell szavazni. A fővárosi közgyűlés munkája együttműködés szempontjából különleges terep. Karácsony Gergelynek ugyanis nem sikerült többséget szereznie, ami azt jelenti, hogy még a költségvetés elfogadásához is kompromisszumokat kell kötnie, ami nem lesz könnyű. Magyar Péter ugyanis előre jelezte, jóformán mindennek kerékkötője lesz, ami a testületben elhangzik. Így viszont a munka nem feltétlenül előremutató lesz, sokkal inkább lesz terepe a fővárosi közgyűlés az ellenzék kis stílű politikai csatározásainak. A június 9-i választások nem teljesen úgy alakultak Karácsony Gergely számára, ahogy számított rá, ugyanis nem lett meg a közgyűlési többsége, sőt, rendkívül messze állt tőle. Ugye egy új választási rendszer került bevezetésre a mostani választás kapcsán, ugye itt listás szavazásról beszélhetünk, és így kerültek be a képviselők. Ahogy most kinéz a közgyűlés, az 33 képviselőből áll össze, ebből 6 képviselő az összefogásnak, a baloldali összefogásnak a képviselője, a hetedik pedig ugye maga a főpolgármester Karácsony Gergely, és 10 képviselője van a Fidesznek, 10 képviselője van a Tisztának, és 3-3 a Kutyapártnak, illetve az LMP-nek. Ugye ebből látszik, hogy nincsen meg a többsége, ezért kénytelen lesz különböző összefogást eszközölni ahhoz, hogy bármilyen döntést meghozhassanak a közgyűlésbe, akár mondjuk egy költségvetés elfogadásához, illetve mondjuk, hogy a főpolgármester helyetteseit meg tudja szavaztatni. A legfontosabb a város működése, tehát a pártpolitikának csak annyiban van helye, hogy mindenki bemutassa a programját, de lényegében ennek a városnak működni kell, ehhez tütök ad a minden segítséget megfogadni, akik ebben partnerek, hogy ez majd hogyan alakul, ez izgalmas kérdés, hiszen nem látszik ma még a fővárosi közgyűlésnek a többsége, működése, hogyan alakul a koalíció, hogyan alakul ki a kormányzó többsége, ebben rengeteg kérdés van, de nekünk egy a legfontosabb, hogy a fővárosi érdekét képviseljük. Hogy a baloldal és közte az MSZP sorsa hogyan alakul, azt gondolom a következő egy évben eldől. Mi abban hiszünk, hogy kormányt váltani bármikor is baloldalról lehet, ezért szükség van egy erős baloldalra, ebben sok feladata van az MSZP-nek, más baloldali pártoknak is, hiszen most úgy tűnik, mintha a baloldal eltűnőben lenne Magyarországon, ezen kell változtatni. Ha megnézzük a fővárosi közgyűlés, szerintem ott jött ki a legizgalmasabb eredmény, abból a szempontból, hogyha a leadott szavazatokat tekintjük, akkor gyakorlatilag a fővárosiak fele azt mondta, hogy új szereplők jöjjenek be a fővárosi közgyűlésbe. Tehát a korábbi felállás, amikor volt a Fidesz és volt az ellenzéki fővárosi vezetés, nyilván ugye Karácsony Gergely és csapata, ennek a felállásnak és ennek a kombinációnak alig 50%-ot adtak a szavazatok, a másik 50%-a az új szereplőkre esett. És valóban ez a Tisza párt, a Kétfarkú Kutyapárt és a Vitézi Dávid vezette szövetség, aminek az LMP is részese, LMP-s képviselő is ott van a fővárosi önkormányzatban. Tehát ez mégiscsak arra utal, hogy a szavazók nagyon-nagyon elégedetlenek voltak azzal a fővárosi politikával, de akár a fővárosi ellenzék, ugye ezt a szerepet a Fidesz töltötte be, az ő politikájával is, hogy változást akarnak, és mi ezt a változást hozzuk be, a kialakult felállásban, Vitézi Dávid vezetésével, a fővárosi közgyűlésben is. Németországban nem az ellenzék, hanem a két vagy három legnagyobb politikai erő mosta el teljesen a különbséget maguk között,
és innen kezdve gyakorlatilag megszüntette a választás lehetőségét. Mert aki meg rajtuk kívül van, az szélsőséges. Magyarországon az ellenzéknél pedig az van, amit úgy festettünk le, hogy van egy nagy, amelyik az összes többit ignorálja, röhelyessé teszi. Most még van egy kis csetepaté, hogy a Gyurcsány, aki élén állt ennek a nagynak, az most ugye kapott egy hatalmas laskást, örül, ha a bejutási küszöbön meg tudja tartani a DK-t. És itt a Tisza, de még egyszer mondom, számomra a Tisza semmiben nem különbözik ettől a fölállástól. Van a Tisza, meg vannak, akik kicsekkolnak, meg vannak, akik most hőbörögnek, hogy mit képzel a Tisza. De ugyanúgy nem lehet ezzel az egész konglomerátummal együttműködni, ahogy eddig se. A magyar belpolitika változatos ősszelé néz. Annyi viszont biztos. A Tiszaféle agresszív, arrogáns és együttműködni képtelen politika még ügyek mentén sem tud termőre fordulni. Ez pedig az eddigi elvakult Magyar Péter szimpatizánsoknak is feltűnik. A párt honlapjára beállított számláló, amely a rendszerváltó tagok számát jelezte, napról napra csökkenni kezdett. Az áhított 50 ezres célt pedig meg sem közelítette. Az egyre fogyatkozó 17 ezres tábort jelző számlálót végül eltüntették az oldalról. Megszületett a Karácsony Magyar Péter paktum. Egyre több hír szól arról, hogy Karácsony Gergely és Magyar Péter együtt tervezik vezetni a fővárost. A fővárosiak nem erre szavaztak, a budapestiek éveken át láthatták, hogy Karácsonynak semmi másról nem szól a városvezetés, mint hogy helyzetbe hozza Gyurcsány Ferenc embereit. A budapestiek épp erre mondtak nemet június 9-én, és mi is nemet mondunk a Karácsony Magyar paktumra, mert világos, hogy pont ugyanaz fog folytatódni, ami eddig volt. Ezzel szemben mi a budapestiek oldalán állunk, mert Budapest ennél többet érdemel. Most, ahol az együttműködésnek terepe van, az a fővárosi közgyűlés. Ez lesz a leghamarabb, itt fog kiderülni, hogy milyen együttműködésekre lehet számítani, hiszen itt érdemi ügyek lesznek. Érdemi ügyeket fogunk képviselni. Vitézi Dávidnak ott volt a 101 pontos választási programja. Mi mind a 101 pontot be fogjuk adni, és ehhez szeretnénk többséget a fővárosi közgyűlésben. És nem azt fogjuk nézni, hogy ez a többség, ezek a szavazatok honnan jönnek, hanem azt nézzük, azért dolgozunk, hogy meglegyen a többség Vitézi Dávid programpontjai mellett, amit így, hogy Vitézi Dávid sajnos nem lett Budapest főpolgármestere, mégis szeretnénk képviselni, szeretnénk ezek közül a pontok közül minél többet megvalósulni, látni, mert mi azt gondoljuk, hogy ezek az ügyek segítik a fővárosiak életét, boldogulását, élhetőbbé teszik a fővárost. A fővárosban tényleg azt gondolom, hogy szakpolitikai kérdésként kell a városra nézni, tehát itt nagy ideológiai ügyeket nem gondolnánk, hiszen alapvetően a legfontosabb, hogy tényleg működjön a város, hogy tisztaság legyen, hogy normális közösségi közlekedés, tehát ezekben nem látjuk az ideológiai kérdéseket, itt egy pragmatikus hozzáállással fogunk politizálni. Országosan rengeteg kérdés van, ezt majd a Szocialista Párt ősszel eldönti, hogy pontosan merre tovább. Egy biztos, hogy a magyarság tudat, a hazaszeretet az összefér a baloldalisággal. Ha ez a kettő helyes ötvözetével találkozunk, akkor 26-ban akár a baloldal is lehetne kihívója a mai kormánynak. A Tisza, ha megnézzük, ha ő azzal nyit, hogy el kell zavarni ezt a kormányt, akkor tulajdonképpen jó 3 millió ember, de lehet, hogy többet sért vérig határon innen és túl. Mi a túrót akar ezzel az országgal? Hogyha szerinte mi csonthülyék vagyunk, akiket félrevezettek, és nem látjuk, hogy itt bennünket átvernek, szétlopnak, szétkorrumpálnak. És ezt csak azért csinálhatják, mert nem jut el a tudatukig az a nagyon fontos dolog, hogy ez az ország, ez 90 előtt több mint 40 évig senyvedett ettől az idióta politikától, amelyik föladta a nemzeti identitást. És vagy visszaépítjük, és akkor lesz Magyarország, vagy ők győznek, amit ne adjon Isten, de akkor itt nem lesz semmi.
Úgyhogy a harc nagyon kemény, és a tét az nagyon-nagyon drága és értékes. Itt egy nemzet sorsa áll vagy bukik. Most elmegyünk egy rövid szünetre, de ne menjenek messzire. Műsorunkat a magyar öttusa sport párizsi eredményeivel folytatjuk, illetve kiderítjük azt is, hogyan reagált az öttusa közösség arra, hogy a lovaglás kikerült a megmérettetések közül. Várjuk vissza Önöket! Köszöntöm a nézőket, ez itt ismét a Hír Televízió közéleti riportműsora. A pekingi olimpián történtek után megszületett a döntés, a lovaglás kikerül az öttusából. Párizsban láthattuk utoljára ebben a számban versenyezni a sportolókat, Magyarországnak pedig sikerült érmet is szereznie. A sportág nagyjait, illetve a párizsi olimpián is induló Guzi Blankát is kérdeztük. Sári Tünde riportja következik. Az idei párizsi olimpia több szempontból is rendhagyó volt. A megnyitót és a versenyszámokat átszőtte a politika, a nyíltvízi úszók versenyszámai kis hián áldozatul estek a Szajna vízminőségének, a teljes olimpia pedig a mostanra Európa szerte általánossá vált terrorfenyegetettségben zajlott. Természetesen nekünk magyaroknak számos dicsőséges és különleges pillanatot is tartogatott. A csillogó érmek közül kiemelkedik Gulyás Michel öttusázó aranya, aki a Versailles kastély kertjében egy 100 évvel ezelőtti kínzóan fájdalmas békekötésért vett revansot nem várt győzelmével. Az öttusázók részvétele azonban nem csak ezért volt különleges. Utoljára láthattuk a sportolókat a díjugrató pályán ebben a sportágban. A lovaglás ugyanis hivatalosan is kikerült az 5 megmérettetés közül. Miért került ki a lovaglás az öttusából? Én érzelmek nélkül nehezen tudok beszélni. 1961 őszén itt a mellettünk lévő istállóban találkoztam először lóval, remegő lábakkal mentem be. Természetesen azt egyre jobban megszerettük, és az öttusázók legnagyobb része az a lovaglás miatt kezdte el az egész öttusát, akkor sokkal nehezebben lehetett lóhátra kerülni, pláne úgy, hogy külön nem kellett fizetni érte, hanem belekezdett az öttusába, és a lovaglás volt a központban. Meg kell, hogy mondjam, hogy ma is, ha régi öttusázók összejövünk, 5 perc van biztos, hogy valami lovas eseményt kezdünk emlegetni, mert ez volt a sava, borsa az öttusának. Az öröme is, meg a bánata is időnként. A lovaglásnak az a különleges, legkülönlegesebb része az az, hogy amikor az ember bemegy a verseny a pályára, akkor egy olyan izgalmi állapotban van, és olyan adrenalin fröccs van benne szerintem, amit úgy nem lehet semmivel szimulálni mással, és ez biztos, hogy nagyon fog hiányozni, ez az izgalom, hogy az ember azért kicsit meg van szeppenve, hogy egy idegen lóval, gyakorlatilag a többi 4 sportága ezen múlik, ezen a lovas számon. Úgyhogy ez nagyon fog hiányozni, és azt hiszem azzal, hogy tényleg edzéseken ilyen edzésmunkát kaptam, és ennyit fektettem bele, egy olyan magabiztosságot sikerült kialakítani, amivel hál' Istennek az olimpián és a világbajnokságon is meg tudtam mutatni, hogy igen, én egy felkészült versenyző vagyok. Személyes véleményemmel én nagyon sajnálom, hogy a lovaglás kikerült. Azzal, hogy ha olimpián akar maradni a sportág, akkor pedig ez a szükségszerűséget el kell, hogy fogadja az ember, fájó ízzel, de mégis bele kell törődni abba, hogy változik a sportág. Az öttusa attól volt öttusa, hogy volt benne egy ilyen gyönyörű szám, amelyik gyakorlatilag majdhogy nem ellentmondott az összes többinek, mert nem abban kellett ügyes lenni, hogy tudom kihajtani magamból a legmaximálisabb teljesítményt, hanem együtt kellett működnöm az állattal, és együtt kellett olyan ügyesnek lenni időre, mint senki más. Ezt én nagyon-nagyon sajnálom, és elvettek valamit az emberiségtől ezzel. Ha már arról van szó, hogy
iszonyatos veszteség egy versenyző számára, hogyha nem az ő hibájából, hanem mondjuk az állatnak van olyan kedve, hangulata, nem tudom, ez pontos kifejezése arra, amivel az állatok közelednek egy viselkedéshez, de a lényeg az az, hogy 4 évig küzdök, gürcölök, dolgozom, apait, anyait beleadok, hogy az olimpián például egy kiváló eredményt érjek el, és akkor azt mondja a paci, hogy nem. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ezzel valamit kezdeni kellett. Nem csak a sportág, a világ is nagyot változott. A magyar emberek szívében azonban a lovaglás kétségkívül különleges helyet foglal el. A honfoglaló magyarok olyannyira tisztelték a lovaikat, hogy velük együtt temetkeztek. A János Vitézből tudhatjuk, hogy a huszárok a lovaikkal aludtak a csillagos ég alatt, aki társ volt csatában, vándorlásban, nem csak munkaeszköz, hanem az élet szerves része. Átszövi az irodalmunkat, a történelmünket, a mondavilágunkát. Hát ő Fenton, ő az ötusai stálónak a lova. Nagyon szeretik az ötusárok, mert nagyon megbízható, de sajnos tőle is meg fogunk válni, de továbbra is itt marad a Tatterzába, honvédség állományába kerül, és továbbra is fiatalokat fognak kiképezni rajta lovaglásra. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a magyar emberek a DNS-ükben hordozzák a ló szeretetét. Ez is az oka annak, hogy a magyarok mindig is jeleskedtek, sőt, kiemelkedtek az öttusa sportágban. Lehet, hogy éppen a lovaglás miatt. Az ugyanis nem hétköznapi képességeket igényel. A teljes eredményt el lehet rajta bukni, de vesztes pozícióból akár a győzelemig is vihet egy hibátlan díjugratás. A ötusázó izomzata és a felkészülése az egy elég kombinált dolog. Azért is kell, hogy az összefogó edző vagy koordináló edző az mindenképpen valahol ötusázóból avanzsált ide vedetőnek, vedetőedzőnek, mert nagyon kényes az ügy. Ha nagyon megerősítünk valakit, az a vívásban valószínűleg darabos lesz, és nem tudja a finom mozdulatokat végrehajtani. Úszárban viszont bizonyos testi erőre szükség van, és folytathatnám, úgy hívjuk, hogy az 5 szám egymásra hatása, tehát az 5 versenyszám, hogyha hat a másikra. A lovaglás egy speciális izomzatot igényel, már csak abból is látszik, hogyha az ember nem ül lóra egy hónapon keresztül, akár még az élversenyzők is, fölül a lóra, és a következő napra bizony izomláza lesz, mert pont azok az izomcsoportok nincsenek mozgatva, azok a speciális izomcsoportok, ami a lovagláshoz kellenek. A lovaglásban nagyon fontos dolog, hogy ügyes legyen valaki. A Tóth Béla bácsi mindig azt mondta, hogy aki nem tud táncolni, annak nincs igazán ritmusérzéke, az nem lesz igazán jó lovas, mondta Béla bácsi. Hát jó párunknak volt nehézsége ezzel, főleg a tánccal, mert még lovaglásba jutottunk valamire, de lényeg az az, hogy a legkülönböző dolgokat kell gyakorolni a lovagláshoz is, de mindig figyelve arra, hogy a másik számokra ne legyen rossz hatással. Sajnos a lovaglás bármennyire is egy csodálatos dolog a lóval való kapcsolat és ez a sportág, ezt általában ez meg kell érni. Vagy van nagyon fiatalon egy olyan kisgyerek, aki így imádja a lovakat, általában ezek a lányok vannak túlnyomó többségben, és akkor ez a lovaglás ez egy ilyen szerelemként elindul az életében egy fiatalnak, de a többség azért mégiscsak fél a lovaktól, fél a magasságtól, fél attól a tempótól, amit egy ló biztosít, tehát hogy nagyon sokan azért hagyták abba is, el sem kezdték, mert a lovaglás ott volt az öttusában, ezt ki kell mondani. Tehát ez egy réteg sport volt ebben a tekintetben, így az akadálysporttal szerintem tömegbázisnak a szélesítése az egy jó lehetőséget kínál nekünk. Öttusában nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember rendkívül jól megtanuljon lovagolni. Ez az első számú dolog, hiszen jó lovaglással, jó tudással lehet jó teljesítményt elérni, hiszen minden országban, minden versenyen más lovon ülünk, tehát ez edzésen is így zajlik, és azzal a másik lóval, tehát egy teljesen idegen lóval legtöbb esetben 20 perc áll rendelkezésre, hogy megismerkedjünk, 5 akadályt lehetett ugratni ez alatt a 20 perc alatt, és ez alatt kell egy olyan kapcsolatot kialakítani a lóval, hogy bent a pályán már egy hibátlan produkciót tudjon mivelni a versenyző. Ehhez én azt gondolom, hogyha minél sokoldalúbb a tudása, annál könnyebben tudja ezt megcsinálni, és annál jobb pályákat tud lovagolni, ami általában ez a magyar versenyzőkre
jellemző is volt. Ha nem sikerül minden nemzetnek, minden országban kiváló versenylovakat tenyészteni és nevelni, akkor miért nem bízták olyanokra ezt a feladatot? A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak hatásköre, pénze, mindene lett volna rá, hogy legyen akár több helyen a világban olyan istálló, ahol kifejezetten az ilyen nagy nemzetközi versenyekre trenírozzák az arra legalkalmasabb ménest, és akkor onnan kezdve nincs ilyen probléma. Mindenki ugyanolyan felkészítettségű, ugyanolyan képességű, ugyanolyan vérvonalú lovakkal versenyzett volna. Bár fájdalmas tény, miért jutott erre a döntésre a sportág, érdemes megnézni a hátterét a problémának. A díjugratás sok szempontból volt érzékeny pontja az öttusának. A felkészülés és egy világverseny megrendezése szempontjából nemzetközi szinten a legnagyobb fejtörést az öttusa lóállomány összeállítása és szinten tartása okozta. Az öttusa versenyeken ugyanis a sportolók nem a saját lovaikkal ugranak. Egy ismeretlen ország, ismeretlen edzettségű keretéből sorsolnak ott a helyszínen lovat, akivel a pálya teljesítése előtt csupán 20 percük van megismerkedni. Ahhoz, hogy egy lovas a lehető legnagyobb hibabiztonsággal teljesítsen kvázi bármilyen lóval, kiválónak kell lennie a sportágban, ám még így is érheti kellemetlen meglepetés. Egy ló aktuális teljesítménye nem csak az edzettségétől függ, hanem akár az időjárástól, a kedvétől, a temperamentumától, hogy mikor és mennyit evett aznap, hogy zavarja egyes akadályok színe. 2020-ban a tokiói olimpián egy német versenyző hölgy vélhetően ennek mind áldozatul esett. Még a pálya megkezdése előtt pálcával ütötte a neki sorsolt lovat. A sportág sorsa ezzel az esettel dőlt el végleg. Igazából Tokióba, ugye az utolsó csepp a pohárban, amikor a német versenyző lova ellenszegült és nem igazán tudott a sarokból kijönni. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy a lányzó nem rendelkezett olyan képességekkel, hogy megoldja ezt a lovaglást. Másrészt lehet látni, hogy olyan lelki állapotban van, sír a lovon, vagy hisztizik, nem is tudom, hogy fejezzem ki magam, ami áttevődik a lóra is. Harmadrészt pedig egy olyan eszköz volt a ló szájában, egy ilyen feszítő zablás szár, ami nem szereti azt, hogyha nagyon húzom hátra, hiszen ha húzom hátra, akkor a lovat még le is lehet ültetni fenékre. A lóvas csizmával ugye előre kell hajtani, na most ha elől húzom, hátul tolom, akkor marad egy helybe, tehát ez azt jelenti, hogy tényleg nem tud elmozdulni. Az én utasításom az lett volna, hogy engedje el a szárat, elég lazára, és akkor valószínű, hogy elindult volna a ló is, de ahhoz meg kell az a lóvas tudás, amivel általában a magyarok rendelkeznek. A rendezők egyre nagyobb nehézségekbe ütköztek azzal, hogy összeszedjenek egy olyan lóállományt, ami egyforma képességű, hiszen az öttusázó nem viszi a saját lovát, hanem sorsolja minden alkalommal, és a nagyjából egyforma képességű lovak kellenek, mert különben torz lenne az eredmény, mert aki egy jó lovat sorsol, annak szerencséje van, aki rosszat, az annak sincs. Meg kell, hogy mondjam, hogy itt az olimpián nagyon jó lovak voltak, az idei olimpián, és ami hiba volt, akár verés, akár lóra, az mindegyik lovas probléma volt, tehát nem a lovak tehettek, csak nagyon könnyen mondják utána a lovasok, hogy jaj, ha szerencsém lett volna is, hogy jobb lovat húztam volna, valószínűleg ugyanez a vége, mert nem volt fölkészülve rendesen. Úgy gondolom, hogy méltó búcsú volt az, hogy az utolsó világbajnokságon és az utolsó olimpián mind a két alkalommal hibátlanul tudtam befejezni ezt a lovaglást. Nagyon jó érzésű pályákkal zártam ezt az időszakot, és tőleg úgy szálltam le a lovakról, a lovaimról, hogy el se hittem, hogy ezek az utolsó lovaglások. Nagyon szomorú vagyok miatta, hogy ez most lezárul, ez a korszak, de másrésztről viszont így öttusázóként mindig keresem a kihívásokat, és mindig próbálok alkalmazkodni az új helyzetekhez, úgyhogy ez is most egy kicsit olyan, hogy próbálom onnan megközelíteni, hogy egy új kihívás jön, új fejezet jön, és ez milyen izgalmakat tart, azért nagyon kíváncsi vagyok arra is. És a lovaglás azt mindenképp megtartom hobbiként, nem maradt ki úgy az életemben, ezután sem. A lovaglást a jövőben akadályverseny fogja helyettesíteni,
Az első tesztesemények már 2022-ben lezajlottak az ankarai öttusa világkupa döntő helyszínén. Annak, aki a magyar sikersportágnak nevezett klasszikus, vívásból, úszásból, futásból, lövészetből és lovaglásból álló öttusát ismerte és szerette meg, annak minden bizonnyal furcsa az újítás. Ugyanakkor a szakma igyekszik nyitottan és pozitívan állni a változáshoz, noha a pályák végleges kritériumai még mindig képlékenyek. Az OCR-t, magyarán akadályfutást mindenki nullára kezdi, ez közös bennünk, bár a fiatalok már ebbe versenyeznek tavaly óta, úgyhogy nekik van azért fogalmuk, hogy hogyan is néz ki egy verseny, de a felnőttek közül szerintem csak egy-két versenyző van, aki már kóstolgatta, így mindenki egyelő eséllyel indul, viszont minden menetben is a szervezetünk az különböző, akárhány ember annyiféle testfelépítés, úgyhogy biztos valakinek jobban fog feküdni, valakinek hosszabb idő lesz, míg átáll, míg alkalmazkodik. Úgyhogy én még nem nagyon próbálkoztam vele, ez az a hét, amikor pont el fogom kezdeni egyébként a megfelelő gyógytornát rá, illetve funkcionálisan megedzem a szervezetemet úgy, hogy minimalizáljuk a sérülés veszélyt. Nagyon kíváncsi vagyok, mert azért van ennek egy bizonyos izgalmi foka. Az, hogy milyen hatással lesz ez a sportágra, ez is többszörös. Az egyik az, hogy ugye mindenki elfelejtheti azt, hogy lovaglást kell tanulni, helyette bejön egy másik sportág, ami más izomzatot fog megkövetelni a versenyzőktől. Ez lesz az akadályfutás. Ott inkább a felső végtagok, váll, alkar, marokizom, hasonló, ezeket kell elsősorban megerősíteni és felépíteni ahhoz, hogy az ember saját magát elbírja, és ezt a lendületes Ninja Warrior és Exatlon keverékét meg tudja valósítani, tudja teljesíteni. Arra, hogy a lovaglást ne cserik akadályversenyre, nem biztos, hogy én vagyok a legjobb alany, mert nekem a szívem fáj, természetesen nehezen tudom elképzelni az egész ötusát, de nem a mi véleményünk az elsődleges ebben a dologban, hanem a következő generációé. És elsőre mi azt hittük, hogy na hát aztán, hát mi abban a pillanatban azt mondták volna, hogy nincs lovaglást, elmentünk volna Tiszára inkább. De nem egészen így van. A mostani fiatalok egy pillanat alatt átálltak, továbbra is ez a kombinált sportág nagyon tetszik nekik, hogy egyik számot kell csinálni a másik után, és nagyon rövid idő belül beletanultak ebbe a bizonyos akadályversenybe. Ez egy más jellegű ötusa lesz, máshol. Nekünk olyan szerencsénk van, hogy pont az utolsó olimpiai bajnokot miattuk, a Michel, ráadásul világcsúccsal idézőjelben, mert ebben nagyon nehéz vére, de ez már így van elkönyvelve, hogy ő világcsúccsal nyerte. Ezt már megdönteni nem lehet, mert többet lovaglással nem lesz ötusa verseny, ha csak az öreg fiúk ki nem találnak valamit. Tehát a következő generáció már így fog fölnőni, egy idő után meg nem is nagyon fognak emlékezni, mi történt. Az a mi feladatunk, hogy emlékeztessük őket, mondjuk nekik, hogy mi volt itt valaha, mi magunk is idősebbek csinálunk időnként ilyen kaszinót, meg összejöveteleket, ahol mesélünk a múltról, de egyre jobban át fognak állni, és ez lett nekik a természetes, és megkérdezik, hogy ötusázol, és lovon voltál már? Lovon mi lettem volna? Kérdezi a gyerek, mert ő neki már az a természet, hogy ezt a bizonyos akadálypályát csinálják, és ebbe fognak beletanulni, és ugye már egy éve az utánpótlás világversenyeken is ez a bizonyos akadályverseny szerepel, és az eredmények azt mutatják, hogy nem vagyunk lemaradva, sőt, ott vagyunk a világ élvonalában, Tamás Botond személyében éppen junior Európa-bajnokunk lett idén, amire nagyon büszkék vagyunk. Tessék tudomásul venni, hogy nem vagyunk egyenlőek. Egy dologban, azaz kettőben, Isten és a jog előtt egyenlőek vagyunk, semmi másban. Ugyanez érvényes úgy egyébként a sportolókra is. Akkor mind versenyeznek? Hogy ki tudja megmutatni, hogy ő a legegyenlőbb? Vagy micsoda hülyeség ez az egész? És természetesen arra vigyázni kell, hogy az esélyek azok egyenlőek legyenek, de még egyszer mondom, az esélyegyenlőséget nem úgy kell megteremteni, hogy ahol ebben problémát találunk, azt tegligáljuk, azt kihajítjuk. Hanem azon kéne ügyködni a nagy önmagát Istennek képzelő liberális elmének, hogy lehet megoldani azt a problémát, hogy az egyiknek jó lova van, a másiknak meg rossz.
Ezen, ha agyaltak volna, szerintem normálisabb eredményre jutottak volna. De az, hogy miközben emiatt, hogy a lovak felkészítettsége nem azonos szintű, kiírtják a lovaglást az öttusából, beengedik a férfinak született nem tudom én micsodát, hogy üsse verje a csajokat. Azt hogy? Olyankor nem tolul föl a nagy baloldali agyalágyban, hogy tehát könyörgöm, mert itt valami esély, egyenlőség van, vagy nem? Vagy odáig már nem terjed a nagy baloldali okosság? Meg a liberális agyrém. Szóval azt látom, hogy ideológiai alapom, sport szakmai, vagy bármilyen szakmai kérdésről dönteni, az mindig borzalomhoz, vagy tragédiához vezet. Ezt a történelemben is tudnánk nyomon követni. A jövő tehát egyelőre bizonytalan. Vannak, akik azon a véleményen vannak, hogy a lovaglás kikerülésével az öttusa felé sokkal többen nyitnak majd. Éppen azok, akik eddig a díjugratás miatt nem mertek belevágni. Annyi biztos, hogy egy komoly és szép korszak zárult le a párizsi olimpiával a sportág életében, amit Gulyás Michelnek és a magyar csapatnak sikerült méltó és felemelő módon búcsúztatnia. Véleményem szerint ugye az öttusa az lovaglással volt eddig a legeredményesebb az olimpiákon a magyarok által, és hát ezzel a versenyszámmal. Az új versenyszám biztos egy picit meg fogja borítani az egyensúlyt, több ország is beléphet ebbe a rendszerbe, mint versenyző. Egy picit változni fog a sportág, de azt gondolom, hogy a magyaroknak a kitartása, mentalitása és teherbírása az új sportágra nézve is majd eljön az az időszak, amikor arról lehet beszélni, hogy hasonlóan, mint a tradicionális öttusában, ebben is az élmezőnyben fogunk általában végezni, és bízom benne, hogy ez is majd megy tovább a elkövetkezőkben. Hát a jövőnek a megírása az éppen most folyik, és az a toll, amelyik ezt a jövőt írja, annak a tollnak a vezetésében mi is benne vagyunk, és szerintem csak rajtunk áll, hogy sikeresek legyünk. Azért azt szeretném kiemelni, hogy Michelnek a győzelmével Magyarország lett az öttusa sportnak a legeredményesebb nemzete. 10 aranyéremmel megelőztük most már, mert együtt voltunk a svédekkel, 9-9 aranyéremmel. Egyértelműen Magyarország a legeredményesebb öttusa nemzet, lovaglással megvalósított öttusában. Ez most egy új sportág lesz, teljesen nulláról fogunk ebben indulni, de én azt látom, hogy azok a készségek és kompetenciák, amelyek kellenek az akadálysportban, ott is azért ügyesség, nyilván izomzatilag át kell majd állítani a versenyzőinket, de az a fajta ügyesség, lendület, gyorsaság, kreativitás, ami kell ahhoz, hogy abban minél gyorsabban, nem sok időt veszítve, hanem minél inkább egy csomó időt nyerve meg tudják valósítani a sportolóink, nem leszünk hátrébb, mint a nemzetközi mezőny. Ráadásul vannak versenyzőink, akiknek van tornászmúltjuk, például Michelnek, és egyéb más olyan sportágban szerzett tapasztalat, ami egyébként erre a sportágra majd segítséget fog nyújtani. Tehát én azt vizualizálom, hogy a következő 4 évben is ugyanolyan eredményesek tudunk lenni, mint korábban az öttusa sport volt Magyarországon. Aki úszni szeret, annak van rá lehetősége, többféle számban. Hasonló háton, ahogy akar. Aki lőni szeret, millióféle lövészet van. Aki futni szeret, akkor és ott, ahol akar. Öttusázni viszont, ha nincs benne ló, akkor nem lehet. Biztos lehet baj valamit, lehet az már nem ugyanaz. Ennyi fért mai adásunkba, jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időpontban várom Önöket. A viszontlátásra!